Szeretettel köszöntök minden kedves televíziónézőt! Önök a Fókuszban című magazinműsorunkat látják itt a TV Szentendrén, melyben ez alkalommal sok szeretettel köszöntöm Nagybándi Zsófiát, kuratóriumi elnököt, a Levente Alapítványhoz kapcsolódóan üdvözlöm! Üdvözlöm! Köszönöm, hogy itt van a stúdiumban. Óriási aktualitása van annak, hogy itt ülünk, hiszen hétvégén nagy esemény vár azokra, akik a Levente gálára készülnek. Az ön esetükben is, hiszen mire összeállították a programot, nem volt ez kis idő. Ha azt mondom, hogy Levente gála, akkor sokan már tudhatjuk, hogy miről van szó. Én mégis arra kérném, hogy a kedves televíziónézők számára kicsit részletezzük, hogy mit jelent az, amikor a Levente gáláról beszélünk Szentendrén. A Levente gála immáron lassan 20 éves múltra tekint vissza. 2000-ben alapította Fű Sándor az alapítványt, aki Fű Leventének az édesapja, és egy tragikus körülmények között történt baleset okán került megalapításra ez az alapítvány, amelynek a célja fiatal zenei tehetségek támogatása. Miután ebben a balesetben ők elvesztették a gyermeküket, és nem tudták a tehetséges zenei pályán őt tovább támogatni, ezért gondoltak arra, hogy akkor más fiatal zenei tehetségeknek adják át ezt a támogatási lehetőséget. Amit nagyon aktívan végeznek, hiszen idén a 19. Levente gála kerül megrendezésre, mint kuratóriumi elnököt is először köszönthetem itt a stúdiónkban, hiszen egy nagy változás történt az alapítvány életében. Ha jól tudom, ez a harmadik váltás. Beszéljünk egy kicsit a kezdetekről, hogy hogyan indult ez, és az idő elteltével hogyan változott. Hát igen, én egy teljesen új elnök vagyok itt az alapítvány életében, de ugye nyilván engem megelőzött még két kuratórium. Kezdetekben ugye az alapítás évében, 2000-ben az alapítványt, ugye, mint elmondtam, Levente édesapja alapította, és akkor pedig az elnök Pályános Ervin szentendrei szobrászművész volt, illetve az alapítvány tagjai voltak még a zeneiskola akkori igazgatója Bokor György, ezen kívül pedig Barnás András, aki Leventének volt a kürtanára. Tehát ők alakították, vagy alapították ugye az első kuratóriumot, utána került sor egy váltásra, amikor a zeneiskola tanáraiból, illetve az akkori igazgatójából, Zakar Ágnesből, ezen kívül Forrai Juditból és Kovács Zsuzsannából állt a szakmai stáb, hogy úgy mondjam, az alapítványban. Ugye Kovács Zsuzsanna fuvola tanár volt, Forrai Judit pedig zongora tanár, ők rendszeresen kísérték egyébként Leventét a koncertek folyamán, és ezen kívül pedig volt még tag Leventének a testvére Fű Gábor. Hogyha Fű Leventéről beszélünk, és őt említjük, és ráemlékezünk, akkor ő milyen hangszeren játszott? Levente kürtön játszott, tehát ő egy nagyon tehetséges kürt művész volt, ugye a tervei között szerepelt, ugye, hogy ezen a zenei vonalon tanul tovább, de sajnos erre már nem kerülhetett sor, és ugye természetesen az ő emlékére alapítottuk meg, vagy alapították meg kezdetekben ugye ezt az alapítványt, amely a mai napig töretlenül működik, és bízunk benne, hogy még nagyon sokáig itt a Szentendre, illetve a környékbeli életben jelentős szerepet tud betölteni. Amire mi felvállaltuk azt, hogy elkötelezetten fogunk így az alapítványban működni, és szeretnénk, hogy minél több emberhez, illetve fiatal tehetséghez eljusson ennek az alapítványnak a célja, illetve az elhivatottsága, mi ezt szeretnénk a jövőben is tovább folytatni, és ugye most idén alakult meg a harmadik kuratórium, akik már fiatalabb tagokból állnak, és szeretnénk egy teljesen új vonalat képviselni, egy kicsit így megfrissíteni, sokkal szélesebb körben elterjeszteni ezt a munkát, amit gyakorlatilag most már közel 20 éve folytatunk, és akkor én ugye elnökként vagyok itt jelen, és mellettem pedig Fű Gábor maradt még így a család részéről, mint ugye Levente testvére az alapítványban, illetve a zenei vonalat pedig Pályános Anna, aki szintén a családhoz tartozik. Ő fuvolán játszik, másodéves a Zeneakadémián, illetve tanítja is a fuvolát, úgyhogy ő mint zenei tagunk, ő így képviseli az alapítvány működését. 20 év távlatából mi a tapasztalat? Mennyire vannak adakozó kedvűek
olyan tekintetben, hogy az alapítvány munkáját segítsék. Azért egy-egy koncert létrejötte, egy-egy megemlékezés létrejötte, óriási energia és befektetés az önök részéről. Mennyire könnyű az együttműködés az érdeklődőkkel? Hát nagyon sok támogatója van az alapítványnak már a kezdetektől fogva, mert mindenkori városvezetés az alapítvány mellett áll, mind anyagi, mind pedig helyszínbeli támogatással, ugye különböző helyszíneken valósultak már meg eddig is koncertjeink, ezen kívül pedig képzőművészek, zenészek, színművészek is támogatták az alapítványt, tényleg a teljesség igénye nélkül a képzőművészek közül felsorolnám Aknai Jánost, Asszonyi Tamást, Balogh Lászlót, Csíkszentmihályi Róbertet, Dein Pált, Evzámbó Istvánt, Kocsis Imrét, Ligeti Erikát, Lois Viktort, Szent Irmai Zsófiát, tehát tényleg tudnám nagyon sokáig sorolni, és tényleg a teljesség igénye nélkül, mert nem szeretnék senkit megbántani, aki támogatott minket, de nem tudtam felsorolni, akkor nagyon kedves védnökeink is voltak, akik az alapítvány mellé álltak, mint I. és Lajos, Szörényi Levente, vagy pedig Dein Pál nevét is említhetném tényleg a teljesség igénye nélkül. A színművészek közül Lőte Attila, Óber Frank Pál, Eperjes Károly, Bánfi György, tehát nagyon sokan mellénk álltak, zenészek közül pedig Tolcsvai László, Szvorák Katalin, Vujicsis együttes, a Söndörgő, a Hard Jazzben, ők is mind egy-egy koncerten fellépő művészként jelen voltak és velünk voltak, illetve Wolf Péter urat szeretném még olyan szinten kiemelni, hogy ő pedig írt egy nagyon szép dalt is Levente emlékére, ami az egyik ilyen koncerten el is hangzott. Mit tudhatunk a 19. idei Levente gáláról? A 19. gálán, ugye említettem a műsor elején, hogy azért került át, vagy tolódott át februárra, mert ugye egyébként a gálákat mindig advent első vasárnapját megelőző szombaton szoktuk tartani, de ezt a hagyományt egy picit meg kellett törnünk így a tavalyi idejévre vonatkozóan, mert a Vadászkamara Kürt együttest sikerült most elhívnunk a koncertre, de mivel ők vadászokból, illetve természetkedvelő zenészekből állnak, és az ország minden tájáról vannak tagjaik, így az egyeztetés elég sok időt vett igénybe, és hozzájuk kellett alkalmazkodjunk így az időpont kiválasztásában, és így került sorra most szombati február 16-ai időpontra, és a Péter Pál templomban az ez esti... is változás. Igen, ez is változás, mert úgy gondoltuk, hogy ugye mivel Levi Kürtön játszott, és ugye ez egy Kürt együttes, tehát egy nagyon méltó helyszínt szerettünk volna ennek a koncertnek adni, és úgy gondoltuk, hogy erre a legszebb helyszín az a Péter Pál templom lehet, és így ugye az egyház támogatásával sikerült ezt a koncertet így a templomba bevinnünk. Olyan módon, hogyha jól tudom, este 7-kor kezdődik maga a gála, de ezt megelőzően egy szent mise lesz, és utána veszi kezdetét maga a 19. Levente gála. Így van, tehát először a szent misére kerül sor, és a szent mise után közvetlenül pedig kezdődik a koncertünk, aminek egyébként a műsorvezetője Török Olivér lesz, aki szintén a nemes kezdeményezésünk mellé állt, és önzetlen segítséget nyújtva fogja majd a műsort vezetni, és a Vadászkamara Kürt együttes mellett pedig még Németh Kristóf kántor is közreműködik majd a műsorban. Egyébként mi alapján döntenek egy-egy fellépővel kapcsolatban, vagy akár aki megjelenik a színpadon, hogyan, mi alapján állítják össze a műsorrendet? Melyek a legfontosabb szempontok? Igazándiból, ami a legfontosabb szempont, ugye a zene, tehát mindenképpen a zenei vonalon választjuk ki a közreműködőket. Nyilván itt ugye fontos szerepet játszik Leventének a kürtös múltja, illetve a következő, tehát a 20. jubileumi gálán is régi iskolatársai fognak majd koncertet adni, de erről majd talán egy picit később beszéljünk most még a jelenlegi dologról. Így mindig, minden évben, akiket választunk, mindenképpen valamilyen ponton kapcsolódnak egyrészt Szentendréhez, másrészt pedig a zenéhez. Mi nem szeretnénk elszakadni ugye ettől a zenei vonaltól, tehát mindenképpen zenei vonalon tervezzük tovább is a működésünket, illetve a programok szervezését. Tehát a zene és Szentendrei kötődések
állnak igazándiból fókuszban. Ezek a legfőbb szempontok. Fontos, hogy a Levente Gála minden alkalommal ingyenes, de támogatásokat szívesen elfogadnak, ugye? Így van, tehát mindig ingyenes a Levente Gála, de ugye támogatásokat azt mindig elfogadunk. Támogatói jegyeket, aki esetleg nem tud eljönni a koncertre, támogatói jegyet tud vásárolni a Turinform irodában, ezen kívül a Szent András iskolában, az Izbég, illetve a Rákóczi iskolákban, de a koncert után ott a helyszínen is van lehetőség az alapítvány támogatására, és a támogatókat pedig vendégül látjuk a koncert után a Kolpingházban egy kis kocintásra, hogy mi is a magunk módján meg tudjuk köszönni nekik az önzetlen felajánlásokat. A nyitottságukon gondolkodom, hogyha ennyire nyitott egy rendezvény, egy megemlékezés, akkor vajon mennyire lehet belőni azt, hogy kiket várnak a rendezvényre? Hát igazándiból mindenkit várunk, tehát itt nincsen megkötés, hogy fiatalok, idősek, minden olyan embert várunk, aki fogékony, egy kulturális, illetve kulturális és jótékonysági programra, tényleg egészen a kis gyerekektől, tehát 0-tól 99,9-ig mondhatnám így is, mert én úgy gondolom, hogy a zene mindenkié. Talán ez a legfőbb üzenete magának a gálának is. Ugye említettük, hogy idén csatlakozott a kuratóriumba rögtön elnökként, na de volt ennek egy előzménye a jazz és borvacsorán, igazán mondhatom, hogy oda tette magát, egy kicsit beszélgettünk a beszélgetés előtt, és utána rögtön a kuratórium elnöke lett. Hogyan jött ez létre? Ugye rendezvény szervezői múltal rendelkezik. Így van, én rendezvényszervezői múlttal rendelkezem, illetve a mai napig egyébként értékesítési vezetőként dolgozom egy szállodában, és ugye az értékesítés és a marketing mindig a fő célom volt, illetve a pályámnak a... Erre tettem fel az életem, mondhatnám így is, illetve családi vonalon is kapcsolódom a dolgokhoz, illetve az alapítványhoz, és akkor a felkérésnek nem tudtam ellenállni, illetve nagyon, nagyon elkötelezett híve vagyok én is a jótékonysági dolgoknak, illetve mint zeneszerető. Úgy gondoltam, hogy ez abszolút belevág az én profilomba is, és valóban a tavalyi jazz és borvacsora volt az úgynevezett premierem, amikor így felkértek ennek a megszervezésére. Egyrészt ugye a kapcsolatok okán, illetve a tapasztalat, tehát a rendezvényszervezői tapasztalat alapján. Ez egy nagyon nagy sikerű rendezvény volt, amihez mind a várostól nagyon sok segítséget kaptunk, mind pedig a szolgáltatóktól, úgy, mint a Nyamétteremtől, illetve a Fecser István borszaküzlettől, hiszen velük együttműködésben tudtuk ezt a rendezvényt megvalósítani, illetve az ő támogatásukkal, és ne felejtsem el Kulcsár János sem, aki eszközökkel támogatta a rendezvényünket, ezen kívül pedig Bolba Évát és az ő zenésztársait kell még kiemelnem, akik a jazz zenét adták így a vacsora mellé. Ez egy nagyon nagy sikerű rendezvény volt, és már most megállítanak többen az utcán, hogy tavaly ugye márciusban tartottuk, hogy idén mikor lesz, mert már szeretnének jönni, úgyhogy ezt a hagyományt, amit tavaly elkezdtünk, ezt nem szeretnénk abba hagyni, de mivel ugye most a Levente Gála, a 19. Levente Gála átolódott februárra, így egy picit később, április végén, május elején fogjuk majd ezt a bor és jazz vacsorát szintén a Városházán megtartani. Úgyhogy mindenki, aki érdeklődne iránta, megnyugtatom őket, hogy ez idén sem marad el. Úgyhogy és időben és megfelelő formában fogunk mindenkit majd erről is tájékoztatni. Mint ahogy ezt megtették a 19. Levente Gálánál is, bár változásokkal, hiszen a Péter Pál templomban este 7 órától február 16-án lesz. Mielőtt leültünk ide a kanapéra, említett díjakat is. A Levente Gálán jellemző, hogy díjazzák a tehetségeket? Ez nem a gálán történik, ez a díjátadás, hanem van egy díjátadó eseményünk minden évben. Ez minden évben március 26-án van, mert ugye aznap volt, tehát már 2000 március 26-án történt a baleset, és így ezért minden évben ezen a napon adjuk át a díjakat. Ez ugye a kezdetekben egy 100.000 forintos pénzjutalmat jelentett, amit mára sikerült már felhúzni,
tornáznunk, illetve megemelnünk ezt a jutalmat 200 ezer forintra, tehát a tavalyi évben már 200 ezer forintos pénzjutalmat nyújtottunk át szentendrei olyan fiatal tehetségnek, zenei tehetségnek, aki ugye ezen a pályán képzeli el a jövőjét, és ebben szeretne tovább tanulni. Minden évben egy díjazott van, és mik a feltételei annak, hogy valaki ezt a díjat elnyerhesse önöktől? Minden évben igen, egy díjazottunk van. Ugye ez a zeneiskola közreműködésével kerül ugye kiválasztásra, tehát ők is fontos szerepet játszanak ebben. Ugye ők tesznek javaslatokat arra, hogy ők kiket látnak, úgyhogy ki van, ki milyen tehetséges, ki mennyire előre haladott ebben a zenei tanulmányaiban, ki milyen szinten képzeli el a jövőben a zenei pályán történő továbbtanulását, és akkor így kerül kiválasztásra a díjazott. És ugye a pénzjutalmon kívül még Asszonyi Zsófia által tervezett díszdobozban kerül átadásra Pál János Ervin kis plasztikája is a díjazottnak, illetve Vince László papírmerítő, aki szintén évek óta elkötelezett támogatónk, az ő oklevele kerül még a díj mellé átadásra, és én úgy gondolom, hogy ez egy méltó és kiemelkedő jutalom annak, aki ezt elnyeri. Az idei évre vonatkozóan még nincs meg a díjazott, tehát nem került még kiválasztás, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas folyamat még március 26-áig. Ha a zeneiskolába járunk, nekem mindig feltűnik, hogy egészen kicsiktől már tinikig megtalálhatóak a gyerkőcök. Mi a tapasztalat korosztály tekintve? Kik azok, akik leginkább díjazottak? Mennyire lehet ez belőni korosztályban, vagy épp ez a jó benne, hogy változó? Tehát egészen a fiatalokat, a tiniket, tehát tényleg csak a tehetség számít? Hát igazándiból a tehetség számít, és aki tényleg komolyan gondolja azt, hogy ő zenei pályára készül, és zenei pályán tervezi a továbbtanulását, ugye ez nagyon fontos, hogy ezért kiemelkedő legyen abban, amilyen hangszert választ, tehát abban azon a vonalon ő mindenképpen kiemelkedő tehetség legyen, hiszen ugye Levente is kiemelkedő tehetség volt, és így mi erre tettük föl az életünket, hogy tehetséges gyerekeket támogassunk. Szombaton 19. Levente Gála a Péter Pál templomban, de egy kicsit hadd kérdezzem még ezzel a friss tűzzel, amivel belépett a kuratóriumba, mik a tervek? Hát tervünk az rengeteg van, tehát az én fejemben rengeteg ötlet van, és tényleg az a célom, hogy itt mindenki megismerje itt helyben, illetve a környéken még jobban a Levente Alapítványt, mert ugye, mint említette ön is, azért azt mondjuk, hogy Levente Gála vagy Levente Alapítvány, azért mindenki tud valamit rólunk, de tervezzük ugye ezt a bor és jazz vacsorát, amit ugye mondtam önnek már, hogy május elejére tervezzük. Ezen kívül ugye a 20. Levente Gála. Ez nagyon fontos, hogy nem fog átcsúszni a következő évre, hanem decemberben. Így van, a következő nem fog átcsúszni, már most megvan az időpont, ez advent első vasárnapi előtti szombaton, ami most majd november 30-ára, András napjára esik, a Városháza dísztermében lesz a 20. jubileumi Levente Gála, amit Farkas Róbert karmester szervez egyébként, aki Leventének volt iskolatársa, és régi zenész, illetve iskolatársakból fog összeállni egy együttes, vagy egy ilyen, nem is együttes, hanem zenészek fognak összeállni, és ők adják majd a műsort, ezt a jubileumi műsort. Ugye Farkas Róbert, róla nem tudom, hogy mindenki tud-e, tehát ő egy nagyon tehetséges karmester, ő Kocsis Zoltán mellett dolgozott, illetve Kocsis Zoltán halála után ő vette át az első koncertjét, amit a Műpában vezényelt, úgyhogy ez egy nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ő nagyon régóta, tehát gyakorlatilag a kezdetek óta tartja a kapcsolatot az alapítvánnyal, és segíti azt, most ő ugye Berlinben él, de ezt a 20. jubileumi gálát teljesen magára vállalva, teljes elhivatottsággal szervezi, hogy ez is méltóképpen emléket állíthasson Leventének. És mindezek mellett pedig nyár végére, ősz elejére én szeretnék egy szimfonikus koncertet is
összehozni így az alapítvánnyal együttműködésben. Erről még sok részletet nem tudok mondani, meg nem is szeretnék előre, mert összeállt a fejembe egy koncepció, de legyen meglepetés, hogy ez hogy is fog kinézni, és bízom benne, hogy mindenkihez el fog majd ez is ugyanúgy jutni, mint az összes többi rendezvényünk. Abszolút Leventéről szól a beszélgetésünk és a tehetségről. Mit lehet tudni arról, hogy Levente hány éves volt, amikor megtörtént a tragikus baleset? Érettségi előtt állt. Tehát a szalagavató még megvolt ugye évelején, de sajnos már leérettségizni, illetve felvételizni nem tudott a Zeneakadémiára. Nem tudom, mennyire kérdezhetek ilyet, csak akkor válaszoljon, hogyha úgy érzi, hogy megteheti. Mit tapasztal, mit lehet, hogy egy családi vonal is köti Füleventéhez? A szülőknek mekkora segítség, mekkora támasz, mekkora erő az, hogy már 20 éve a fiúkra tudnak emlékezni úgy, hogy másokat tudnak segíteni? Hát én úgy gondolom, hogy az, hogy valaki elveszti a gyerekét, azt nem tudom, hogy lehet túlélni, de én úgy gondolom, hogy ők ezzel az alapítvány létrehozásával gyakorlatilag a mai napig tudnak emlékezni így Leventére, illetve azzal, hogy ez az alapítvány él és működik, és ennyi önzetlen támogató áll melléjük, ez így az emléket ébren tartja, illetve folyamatosan bennük él, illetve hát ne felejtkezzünk el arról, hogy ugye ott van Leventének testvére Gábor, aki ugye mind az alapítványt támogatja, mind pedig ugye már két unokával megajándékozta a szülőket, és így az unokák, én úgy gondolom, hogy teljes mértékben kitöltik az életüket, és így abszolút ezzel együtt élve, ezzel az emlékkel együtt élve, de nyilván előre nézve tudják így túlélni a mindennapokat. Sok-sok erőt kívánunk nekik. Nagyon szépen is. Köszönjük. Akkor a beszélgetésünk végén kérem, mondjuk el, hogy a 19. Levente Gála mikor, hol látogatható idén? Tehát sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 0-tól 99 éves korig, most szombaton, február 16-án 19 órától a Péter Pál templomban a Vadászkamara Kürt együttes koncertjére. Nagy Bándi Zsófia, köszönöm szépen, hogy a TV Szentendre vendége volt. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. A kedves televíziónézők figyelmét is megköszönöm. Önök a Fókuszban című magazinműsorunkat látták. Viszontlátásra!